Felújítják és kibővítik a Györgyfalvi iskolát. A Kolozs megyei faluban a gyerekek száma növekszik, így az iskola épülete szűkösebbé válik, ezért egyre sürgősebb ennek a kibővítése. Hamarosan elkezdődhet a Györgyfalvi általános iskola kibővítése és korszerűsítése. Nemrégiben írták alá a kivitelezési szerződést, így a tervek véglegesítését követően nekiláthatnak a tényleges munkálatoknak. Ezt 2025 tavaszára tervezik. Sós Sándor községmenedzser és helyi tanácsos elmondta, a Györgyfalvi gyerekeken túl a környező falvakban élő magyar diákokat is befogadja az iskola, így egyre sürgetőbb volt ennek kibővítése. Szerencsés helyzetben vagyunk Györgyfalván, ahol a gyereklétszám folyamatosan növekedett, és oda jutottunk, hogy a jelenlegi iskola épülete túlszűkös lett, így hogy már tavaly egy osztálynak nem volt helye iskolába, az óvodába kellett nekik egy helyet szorítani, és a következő tanévtől már két osztálynak nincsen helye. Hozzátette, amint ez a probléma felmerült, megoldásokat kerestek. Az Országos Beruházási Társaság programjának keretében pedig sikerült támogatást szerezni a projektre. A megvalósítására összesen 19 hónapot szánnak, a teljes beruházás pedig 4 millió 200 ezer euróba kerül majd. A munkálatok folyamán új épületszárny épül, ahol sportterem és laborok is lesznek, illetve a régi épületet teljesen felújítják és manzárdal bővítik. Továbbá új bútorzatot és felszerelést is kap majd az oktatási intézmény. Egyelőre arra nem találtak megoldást, hogy a gyerekek a munkálatok alatt hol tanuljanak biztonságos és csendes környezetben, viszont amint ez letisztázódott, a szülőket is tájékoztatni fogják.